kellett egy mamut, megvettem Manfredot. Sziasztok, Varga Tibor vagyok, ez itt az autóvizsgálat.hu. Rendhagyó videóval jelentkezünk ma, ugyanis nem egy átlagos autót vizsgálunk, ez itt a saját autóm. Na de miért is vásároltam én egy ekkora mamutot? Ő itt Manfred. Vettem egy autószállító trélert, aminek az ösztömege 2700 kg, és nem volt otthon olyan autó, ami ezt az ösztömeget mozgathatta volna, ezért szükség volt egy olyan autóra, ami megbirkózik ezzel a súlya, és fontos szempont volt viszont az, hogy ne kelljen rá sokat költenem, hiszen ritkán fogom használni. Ezért rögtön ki is estek a kosárból a 4-5 millió forintos vagy ennél drágább terepjáró kisbuszok. Igen ám, de mit lehet vásárolni pár millió forintból, ami még használható, nincs szanaszét rohadva, nem hullik ki alulam minden héten, és nem kapok tőle infarktust állandóan, mert azért azt tudni kell, hogy ezek az autók általában munkagépek. Elkezdtem kutakodni, és először megnéztem egy-két ML Mercit, egyik-másik egyébként nem is volt annyira rossz állapotban, legalábbis menthető állapotban volt, de elkezdtem matekozni, és hamar rájöttem, hogy kb. A világ összes pénzét rá fogom költeni, és sose lesz megbízható terepjárom. Végül kizárásos alapon a Kia Sorento mellett döntöttem volna, ha nem mentem volna szintén el megnézni 3-4-et, amit nagyjából 2 millió forintos áron árultak. Nem is feltétlenül műszakilag, hanem esztétikailag borzalmas állapotúakat találtam. Meg kell ezt érteni, nyilván azért ezek egyrészt idős autók, másrészt, mint mondtam, ezeket munkagépnek használják általában. Mondjuk az én olvasatomban azért az nem függ össze, hogy valamit munkagépnek használok és közben szétrugom, de általában azért ez szokott történni. Tehát azért ezek 16-18 éves autók sokszor, legalábbis 2 millió forint környékén. Én magam is tanástalan voltam, hogy mi az, amire nem kell sok pénzt költenem, nem kell megvennem 5-6-7 millió forintért, mégis egy használható jószág lesz, és utána se költöm rá az életemet. Ahogy ez lenni szokott, a szerencse mellém állt, és egy hirdetésbe belebotlottam, ami egy olyan autóról szólt, amit egy idős úr birtokolt, aki sajnos elhunyt, és a rokonai örökölték, aztán el akarták adni. Leszaladtam Kecskemétre megnézni az autót, és az első 47 másodpercben tudtam, hogy én ezt az autót meg fogom venni. Elképesztő állapotban van, legalábbis a korához, illetve a harcos társaihoz képest félelmetesen jó állapotban van ez az autó, úgy műszakilag, mint esztétikailag. Egyetlen komoly probléma volt vele, hogy nem volt rajta vonóhorog, én meg pont azért akartam volna autót venni, hogy trélert húzzak. Alapvetően egyébként trélert nem azért vásároltam, hogy éjjel-nappal autókat húzzak vele, általában saját autóimat mozgatnám, hanem azért, mert motorozok, és nagyon unom, hogy az Alföldön, ugye Magyarország nagy része Alföld, szóval nagyon unom, hogy az Alföldön órákig motorozok tök egyenesen, mire 3 darab kanyarba, meg 2 puba érek, és ezért arra gondoltam, hogy erre a trélerre majd tök jól fel tudom tenni a motoromat, meg a haverom motorját, elmegyünk motorozni, visszarakjuk a jószágokat, aztán kényelmesen klímás autóban megint csak hazajövünk. Tudom, hogy én vagyok a lusta, meg nem a nagy motoros, de én ezt bevállalom. Szóval szükségem volt egy trélerre, kellett hozzá egy autó, amivel rángatom, így került Manfred hozzám. Na de lássuk, milyen Manfred a jégkorszakból. Az autó nagyon szép állapotban van, alig vannak rajta még karcok is, egyébként körbe volt fényezve, eredetileg ez egy olasz autó volt, aminek a legnagyobb előnye a kocsi alján mutatkozik majd meg, hiszen a legtöbb ilyen korú Kia Sorentónak rommá van rohadva az alváza, illetve a futóműve. Természetesen nem egy újszerű állapotot kell elképzelni, azért ez egy 2006 évvégi autó és 2006 pont 18 éve volt. Gyári Sorento kerekek voltak rajta téli gumival, ezeket a felújított felniket, illetve a rávaló gumikat már én vásároltam külön. Szerintem sokkal szebben mutat ez az autó így, nem annyira terepjárós, viszont sokkal elegánsabb, meg talán kicsit sportosabb is, bár egyáltalán nincs szükség sportosságra egy ilyen autónál. Azóta felkerült rá egy 3,5 tonnás vonóhorog, illetve friss műszaki a vonóhoroggal együtt. A típushoz és korához képest nagyon magasan felszerelt, automata váltóval, kétzónás digit klímával, ülésfűtéssel, napfénytetővel, majdnem azt mondtam, hogy szélvédő fűtéssel, de itt valójában az egy ablaktörlő fűtésre korlátozódik. Tempomattal, bőrülésekkel, gyári tolatóradarral, illetve szintén korához képest nagyon szép beltérrel. Manfred hatalmas dömpernek tűnik, de egyébként nem is annyira hatalmasak ezek az autók. 4,5 méter hosszú, ami azért nem egy olyan óriási méret, a Jaguarom 5,2. A csomagtartója 468 liter, azt hiszem, ami természetesen nagyjából mindenre elég, de azért mégsem 6-700 liter. Az igaz, hogyha előre döntünk minden ülés, közel 2 köbméteres helyünk lesz, ami nagyobb, mint az első lakásom. És a csomagtartó külön érdekessége,
hogy külön az üveget is lehet nyitni. Egyébként itt új gázteleszkópokat vásároltam, mert a régi nem tartotta meg a csomagtartó ajtót. Szóval az üveget külön is fel lehet nyitni, amit sokan nem értenek, hogy egyáltalán mi az értelme. Hát az az értelme, hogyha nincs elég pakoló helyünk itt hátul, mondjuk közel álltunk a falhoz, akkor nem kell a nagy mafla csomagtartót kinyitni, hanem innen is bepakolhatjuk a motyót. Nagyjából egyébként ennyi az értelme, viszont technikailag, gondoljatok bele, technikailag nem is olyan könnyű ezt megoldani. Én biztos mérnökként nem küzdöttem volna vele ennyit, mert a haszna kevesebb, mint a munka vele, ugyanis meg kellett oldani a tuti szigetelést, hogy ne ázzon be, külön gázteleszkópokat kellett rakni, nagyon erős üveget, illetve a szélvédő, bocsánat, az üvegfűtést is meg kellett megbízhatóan oldani, plusz még az ablak törlőt is, hogy ne essen bele a az üveg síkjába, amikor nyitjuk, ezért működik úgy a hátsó ablaktörlő, amikor töröl, megáll egy bizonyos ponton, és utána lecsukódik erre a kis tartóra, hogy ne legyen útba az ablaksíknak. Hát a hátsó ülőhely, bár nem gyakran ülnék itt, de a hátsó ülőhely egyenesen fejedelmi. Óriási lábtér van, óriási fejtér van, és minden irányban tök jól elférek, jó szögben áll a háttámla, külön könyöklő van, tehát nagyon kényelmesen, bármilyen úttávolságra itt azt gondolom el lehet utazni. Én magam is itt elfetrengenék bármeddig. A Kia Sorentóban olyan feature-ök vannak egyébként, ami fényévekre van a korabeli japán vagy másik Kia Hyundai modellektől. Ilyen például egyébként ez a lábvilágítás itt az ajtókban, amiben én már LED-re cseréltem a gyári izzókat, így sokkal modernebb, meg sokkal nagyobb fényereje van, de nagyon sok olyan dolog van benne, gondoljatok bele, hogy például Kia Hyundai milyen autókat gyártott, ami nem a Sorento, milyen autókat gyártott 2006-ban. Tehát tényleg nagyon kevés extrával volt felszerelve, nagyon rossz beltéri minőségű autó ehhez képest, ennek az autónak semmi köze nincs ehhez. Sokkal inkább hasonlítanám minőségben egy prémium vagy prémiumabb kategóriához, főleg a korában. De gondolhatok akár egy 2005-6 körüli mondjuk ML Mercire is. Én nem gondolom, hogy sokkal jobban érezném magam benne, mint mondjuk ebben. Természetesen kompromisszumokat itt is hozni kell. A korabeli japán autók, illetve koreai autókhoz hasonlóan itt is az ajtó határoló kb. A nullával egyenlő. Főleg ezt a nagy mafla ajtót egyáltalán nem tartja meg. Tehát sík terepen még csak-csak, de egy picit, hogyha lejtőn emelkedő nálunk, azonnal be fogja csapni a fizika. A műszerfal abszolút japános, mégis robosztusságával azért eltér egy korabeli távol-keleti stílustól, valahogy ilyen egyedi lett egy kicsit. Nem mondom, hogy nincs meg ez a távol-keleti sok marhasság, mint mondjuk a zöldszínű digitális óra, ami kötelező tartozék volt az összes korabeli távol-keleti autóba, vagy akár az összes többi műszerfalvilágítás vagy kijelző, nagyon japános. Viszont vannak olyan plusz kijelzők, amik csak terepjáróba szoktak lenni. Ilyen itt ez a felső kijelző például. A tank üresedéséig megtehető kilométereket tudja mutatni. Átlagsebességet itt most viszonylag magasabb, mert én autópályáztam vele egy keveset. Az útidőt tudja megmutatni, ki lehet kapcsolni, illetve a szokásos iránytű, ugye, hogy most éppen északkeletre. Most éppen észak-keletre mutat a kocsi eleje, tehát ez nyilván terepezéskor lehet fontos, tehát egy csomó okos dolgot itt fent megtudhatunk, amit nem egészen értek, miért nem a műszerfalra raktak, igazából ott is jó helyen van, illetve innen tudjuk kezelni a napfénytetőt, aminek minden funkciója tökéletesen működik. A motor az előtt Sorentóból már megismert 140 lóerős motor lenne, de itt ez már közel 170-168 lóerős, és azt gondolom, hogy ez a teljesítmény már mindenre elég, amire használni akarom ezt az autót. A különlegessége viszont a motor állapota, egyrészt gyönyörű motorhangja van, másrészt pedig érdemes megnézni. Én Betszó nem mosogattam, illetve úgy tudom az elődje sem, de nagyjából így néz ki a motortér, a sebességváltó, illetve a turbó ebbe az autóba. Aki Sorentót szeretne vásárolni, annak javaslom ezt referenciának, hogy vegye meg az autót, ha ilyet lát, mert nem gyakran fog találkozni ilyen száraz, illetve ilyen tiszta motortérrel. Bárhol nézzük, porszáraz a motor és a sebességváltó, kb. Még megbontva se volt. Ebben az autóban valóban 240 ezer kilométer van, ami nagyon-nagyon ritka. Ebből a motorból a porlasztókat valószínűleg még soha senki nem vette le, vagy nem vette ki.
Ez így a gyári állapot, amit láthattok, itt még a gyári tömítés a vezérlésen látható, ezt sem cserélte még soha senki, nem csörög és nem zörög, nincs megnyúlva a lánc. Illetve mivel az autó Olaszországból származik, rozsda lehelet sincs a motortérben, jól látható a doblemezen, illetve a tűzfalon, hogy milyen állapotban van, illetve most, hogy levettük a motorburkolatot, a felső motorburkolatot, még jobban a turbóra rá lehet látni. Elképesztően tiszta és száraz minden. Olyan kincset találtam ezzel az autóval, amit biztos, hogy vagy nem akarok eladni, vagy nagyon barátságtalan összegért fogok egyszer megválni tőle. A Sorento motorja viszonylag világvége álló, kevés probléma szokott velük lenni, az egyik a hengerfejesedés, előfordul, hogy megreped a hengerfej, de nem gyakori a probléma, és általában ilyen 4-5-600 ezer kilométert futott példányoknál jelentkezik inkább. Ezen kívül az üzemanyagrendszerrel nagyon ritkán van probléma, vezérléssel is ritkán van gond, de ha valamit javítani kell rajta, az sem egy ördöggős összeg, töredékéből fenn lehet tartani, mint a korabeli, ugyanilyen súlyt húzni képes társait. Gondolok itt az ML Mercire, a régi X5-ösre, a nem tudom, egy Volvo XC90-esre, egy Touaregre, vagy sorolhatnánk, amivel még ugye trailerezni szoktak. Azt gondolom, hogy az összes közül fenntartási költségben messze ezt lehet fenntartani legkisebb összegből, és talán a legmegbízhatóbb technika is. Nyilván kicsit teherautósabb az egész autó, de ezzel együtt egyébként egy nagyon jól használható. Minden, ami igazán fontos egy Sorentóba, az itt van alul. Először is pár szó a konstrukcióról, összkerék meghajtás, rendes alváz, felező, elől kettős keresztlengőkar, hátul merev hátsó híd, és általában egy halomrozsda ennyi idős korában. Itt a halomrozsdának nemhogy nyoma sincs, hanem gyakorlatilag rozsdamentes az autó. Elképesztő, elképesztő. Bárhol nézitek, de még a futóművön is, nem lehet rozsdát találni. Illetve nézzétek meg az alvázat, érdemes. A teljesség igénye nélkül csak végigmutogatom a teljes alvázat, hogy hogy néz ki. Ez ugye szintén nem rozsda, hanem részprével le van fújva az új vonóhorok csavar. De bárhol nézzük, rozsda lehelet sincs a kocsi padlólemezén, pontosabban itt nem padlólemez van, hanem a kocsi alvázán, illetve magán a bódén. Amit javítanom és cserélnem kell, majd viszont azok az felütközés gátlók, ezek el vannak szakadva, ezeket ki kell majd cserélnem. Ünnepélyesen jelentem, hogy a 2006-os Kia Sorentomon találtam egy hibát, el van szakadva a két felütközés gátló. Jaj! Mint mondtam, hátul hátsó merev híd van, ami nyilván egy terepjárónál nagyon jó dolog, viszont ennek már van egy pici hangja, első körben olajat fogok benne cserélni, ha nem szűnik meg a hang, akkor valószínűleg javítás, felújítás lesz a vége, de ez egy apró probléma ahhoz képest, hogy ez egy mennyi idős autó. Itt is látható, mennyire az örökké valóságnak készült a technika. Külön zsírzógombok találhatók mindenhol, amolyan jó terepjárósan a kardán csuklókon. Ezeket érdemes időről időre egyébként lezsírozni, én is meg fogom tenni. Itt a bal küszöböt láthatjátok belülről. Ez akár egy 3 éves autó küszöbe is lehetne. Talán itt lehet a legjobban látni, mennyire jó állapotban van az összeeresztésnél. Ebben az autóban még nincs részecske szűrő, ehhez képest alig kormos a kipufogó. Szóval amikor a videó elején azt mondtam, hogy kincset találtam, erre gondoltam. És aki ilyen autót szeretne, vagy ilyen autót használ, az érteni fogja, hogy mire gondoltam. Ennek a Sorentónak így néz ki az alvázon az alvázszám. Gyakori probléma, nagyon vékonyan van gyárilag bele lézergravírozva, nagyon sokszor probléma, hogy eltűnik az alvásszám, vagy azért, mert szétrohad, vagy a sok csiszolgatástól. Ennek az autónak így néz ki az alvásszáma, én még plusz szintelen lakkal lefújtam, hogy ez így is maradjon. Egyébként az alvázat itt is érdemes végigkövetni, hogy milyen állapotban van. A bal első kerékdobból így néz ki a futómű, illetve az alváz. Manfred egyébként egy kezes bárány, könnyen vezethető, jól vezethető, de senki ne gondolja azt, ha vesz egy ilyen igazi terepjárót, azzal kényelmesen fog autózni, különösen a hazai utakon, mert szarúton úgy fogsz rajta barátom pattogni, mint afrikai molylepke a 60-as ízon.
Tehát borzalmasan el tud pattogni, nem azért, mert keményre van fújva a gumi, egyébként a gyári kerekekkel még rosszabb, akkor meg olyan, mint hogyha taknyon autóznál, hiába rángatod a kormányt jobbra-balra egy kicsit, nem meg se fog mozdulni az autó. Tehát egy nagyon balonos gumi az mindig egy nagyon lágy, elmozgós futóművet fog eredményezni. Tehát alapvetően ezeket az autókat inkább terepre találták ki, mint nagysebességű aszfalton autózásra. Úgyhogy ha csak azért veszel ilyen autót, mert hogy rossz út van is, vagy az az autó milyen jól fogja bírni, a futómű, igen, valóban jól bírja, de nem kényelmes rossz úton vele autózni, hidd el. Egyébként egy ötsebességes automata váltó van ez alatt az autó alatt, ami nagyon szépen és jól teszi a dolgát, de nyilván a korának megfelelően azért ez egy idős autó, nem vált olyan szépen, mint mondjuk egy DSG váltó vagy valami. Tehát kicsit az egész autó teherautós, futóművileg, váltásra, mindenre, ezt meg kell szokni. De ha megszoktad, egy nagyon-nagyon élvezhető autó is egybe. Én most jó pár kilométert, egy nagyjából 1500-2000 kilométert elautóztam bele, főként autópályán. Még 130-140-nél is egy nagyon kényelmesen jól vezethető autó, viszonylag csend van benne, hát már amennyire egy ilyen bazi nagy telefonfülkében nyilván csend lehet a menetszéltől, de egyáltalán nem vészes, tehát nem is gondolná az ember, vagy azt gondolnád, hogy 120-nál már egy ilyen halálközeli élmény egy ilyen autó, de meglepően nem. A fogyasztása nagyjából olyan 10 liter körül alakul, nyilván lábfüggő, használat függő, 80-90-nel két falu között biztos, hogy elketyeg 8-9 literrel, de városba vagy autópályán 130-as tempónál ott azért a 10 liter simán bekajálja, hogyha még emellé húzol is magad után mondjuk egy trélert, amire én vettem meg, még rajt van mondjuk egy másfél tonnás autó, biztos vagyok benne, hogy ilyen 12 liter van. Tehát erre azért készüljön mindenki, hogy nem fog elautózni ebből ilyen autóval 6,7 literrel, mint ahogy egyébként a gyári specifikációját néztem országúti 90-es használatnál, soha nem fog 6,7 liter tenni egy ilyen autó. De ne is várjuk el egy ilyen 2200 vagy 2300 kilós monstrumtól, hogy ennyit tegyen. Ha azt szeretnéd, hogy ennyit tegyen valami, akkor vegyél 1-6 CRTD-t, vagy vegyél Honda Jazz-t, vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy csodák nincsenek, a fizika működik, ezt a tömeget mozgatni kell. Mit láthatjátok, itt pedig elég jó minőségű úton megyünk, itt is azért a kamera nem győzi követni ezt a hullámzást, ahogy libeg az egész karosszéria. Viszont az egész autót vezetni egyáltalán nem rosszabb érzés, tehát ha csak nem a régi dizájnt nézzük, egyáltalán nem rosszabb érzés, mint mondjuk egy 5-6 éves autót, mondjuk legalábbis ezt az autót. Nem csörög, nem nyöszörög, nem zörög, nem kopog, semmi. Tehát valószínűleg, amikor ez az autó kijött vadi újonnan a gyárból 2006 év végén, valami hasonló feeling lehetett vezetni, mint most. Elképesztő állapotban van. A Sorento hajtás kapcsolat kétféle variációval adták ki. Az egyik ez, amikor egy automata állással alapvetően hátsó kerék meghajtású az autó, de a hátsó kerék kipörgése esetén bekapcsolja automatikusan az első kerekeket egy osztóművön keresztül. Van egy állandó 4x4 hajtás, illetve egy felező. Létezik olyan, ahol egy állandó hátsó kerék meghajtást is lehet választani, ott még egy opciót látunk itt az autó felirat alatt. De egyébként alapban nem nagyon felesleges használni ezt az állást, nagyon ritka az a mód, amikor érdemes használni. Amint láthattátok, Manfred egy nagyon különleges mamut, és borzasztóan beleszerettem. Sose gondoltam volna, hogy egy ilyen értékű autóba bele fogok szeretni, de ebbe tényleg beleszerettem, és nem is akarom eladni, vagy ha mégis nagyon-nagyon sok pénzért fogok megválni tőle, de trélert rángatni, meg bármi másra terepezni, akár mindennapokban használni, tökéletes lesz nekem. Imádom. Ha tetszett a videónk, osszátok meg, lájkoljátok, meg iratkozzatok fel, és leginkább szóljatok hozzá, és írjatok le minél több Sorentós élményt. Sziasztok!